Az Ausztra Diesel és a Massey Ferguson-i már harmadik éve támogatja az Év Agrárembere rendezvényt, azon belül is az agrárgépészet kategóriát, és rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodókat ne csak a profittermelő képességük alapján díjazzuk, illetve emeljük ki, hanem a közjóért tett szolgálatukat is mindenképpen próbáljuk meg felszínre hozni. Az agrárgépészet kategória pedig egyértelmű volt a Massey Ferguson miatt, ugye erőgépek, betakarítógépek, vetőgépek, illetve a jövőben 2018-ban már szálas takarmánygépekről is beszélhetünk, tehát mindenképpen azokkal a gazdálkodókkal szeretnünk volna foglalkozni, akik nekünk a szoros ügyfélkörünkbe tartoznak. Jónak lenni jó, és ez nem csak egy közhely. Az egész agrárember rendezvény is nem csak egy utopisztikus fogalom, hogy a társadalmi felelősségvállalásért tenni kell, és ki kell emelni ezeket az embereket, hanem egy tényleges gála est, egy rendezvény sorozat, ahol meg tudják mutatni azok a gazdálkodók magukat, akik ténylegesen tettek a társadalomért, illetve a helyi szűk közösségükért. Ha megnézzük a skandináv kultúrákat, ott a társadalmi felelősségvállalás már olyan szinten jár, hogy kellemetlen egy embernek, egy jobb módú tehetős embernek, hogyha nem segíti a helyi közösségét. Ide kellene valahogy eljutni Magyarországon is, hogy ne csak a profitot, az előrejutást nézzük, hanem azt is, hogy mit tudunk tenni mi a saját közösségünk érdekében. Az idei évi döntősök esetében nem nehéz arról beszélni, hogy mi jót tesznek a magyar társadalomért, az agráriumért, ugyanis mindhárom ember jelentős erőfeszítéseket tesz, illetve olyan kiemelkedő eredményeket ért el a gépgyártásban, a kereskedelemben, az oktatásban, amelyek tényleg megsüvegelendők. És itt az oktatást szeretném kihangsúlyozni. A mai paradigmaváltáson áteső agráriumban, ahol a mechanikus műszaki megoldásokról egyre jobban áttevődik a hangsúly a digitális világra, az oktatás az egyik legfontosabb kiemelendő kulcstényező, amellyel előrébb lehet jutni. Tehát a mai fiatal gazdálkodóknak, a mai embereknek egyszerűen el kell fogadni, hogy a digitalizáció jön, itt van.